Hello, sziasztok srácok, Kristóf vagyok, és itt is lennénk egy újabb FIFA Ultimate Team-es epizódban, és az előző két mérkőzésen tudtunk nyerni, ami azt jelenti, hogy két meccs 6 pontot szereztünk, és már csak 6-ot kell 5 meccs alatt, úgyhogy 2-t kell még győzni, remélem ez össze fog jönni, most egész jól állunk, ugye, az előző meccsen játszottunk ezzel a live-ből szalakott csapattal, és akkor most azt mondom, hogy játszunk a full magyarral, vagy egy ilyen full magyar csapatunk, ja nem, ez is egy ilyen hibrid. Vagy várjál, játszunk a bronz csapattal, ki van még itt meg, mindenki megvan, csak ki az a kapus, nem. Muszléra, oké, kiváló. Na srácok, akkor ez a csapattal fogunk játszani, és akkor Kirchhoff jöhet még ide, és az Estwein is jöhet ide. Na ugye srácok, aki nem látta volna a csapatnak a squad builderét, az a kártyák közt megtalálja. Jó kis squad az biztos, és akkor nézzünk is egy mérkőzést velük. Kíváncsiak, hogy fogunk kapni egy aranycsapatot ellenünk, vagy nem tudom, már nálunk is van 2 aranyjátékos, de ne feledkezzünk meg arra, ezt meg is mutatom így, hogy 89-es tempó, 75-ös tempó, 85-ös tempó, 88-as tempó, 90-es tempó, 85-ös tempó, 78-as tempó, 94-es tempó, 94-es tempó és 88-as tempó. Úgyhogy hát nagyon nagy futócsapat. Itt is van az ellenfelünk, Navaf vagy mi. És akkor jöjjünk most ezzel a mezzel. Az ellenfél le még tud váltani. Lilával megjön, akkor igen, végképp meg kell verni. Ugye ez a holland ligás, nem tudom, vagy holland, kórai ligás csapatnak. A játszik a Sándor Gyuri is az a meze. Na, ellenfél csapat, tehát szerintem most építkezik, vagy nem tudom, viszont van ott egy gyors játékos, ott a középpályán, aki bronz. A többi egy Cavani, egy Juan Mata, egy Marcelo, egy Pepe, egy Piqué és egy Dani Alves. Alakul neki ez a dolog, hát ja, azért itt ezt meg kéne verni, vagy nem tudom. 4-3-3-as formation, és ja, úgyhogy akkor hajrá. Jó, Piqué. Gyorsok a srácok, csak hát na, csak ne lagoljon az ellenfelünk. Jobb szélsőnknek jó a passza, és Kajó, de nem tudja átvenni. Egy visszahúzás, lehetett volna ez jobb is talán. A szép, jajjaj! Cavani berúgja, Muszler, nem tudtunk mit tenni. Egy picit el is bambultam, hogy nem tudom, na mindegy. Fussunk. Jó, Martins, gyere. Nem tudunk elvenni, Dani Alves is ott van, nagyon jó, játszik ő is. És oda az most a szélre. Megvan, gyere Martins. Beíveljük fejjel, gyere! Nem lehet, laposan kellett volna inkább. De nem olyan magasak ezek a srácok. Rárúgjuk, nem volt jó, visszapattan hozzá. Az Cavani, ennyi. Nem tudjuk megfogni sajnos Cavanit. 22. perc, mert visszapattan hozzánk. Megvan még, Martins. Nem volt jó megint. Még egy laval. Vissza, és Cavani nagyon jó. Cavani nagyon játszik, és nagyon kijön, hogy ő tényleg egy klasszis csatár. Jó, Greenwood. Boateng megy. Milyen Boateng ez? Haló. Aj, Greenwood megy, és Cavani. Ó, végre Muszlera védett, pont azt mondtam, hogy vagy azon gondolkodtam, hogy nincs jó formában annyira, amennyire kéne, vagy nem tudom. És újabb, jó, Muszlera megint ott volt, vagy nem tudom. 37. perc. 2-0 az ellenfélnek. Én úgy hiszem, meg lehet még ez, tehát, hogy na. Így volt tudnánk rúgni, most Ajukó, gyere, lövés, ott van kipattanó, és becsurog, ennyi. Csak mondani kell, 39. perc, 2-1. Gyönyörű játéknak nem mondható, de hát mégis gól az gól. Azt hittem kimarad, de jó, hol hirtelen ott terem, tehát most csak jönnek a tempók, úgyhogy kezdjünk el játszani, és akkor hajrá. Tart egy kis szünetet, ugye a nagy felvésben kell egy kávé, vagy nem tudom, Kajó nem egy Ajukónak kéne, aki 4 csillagos trükkmozdulat és teledéssel rendelkezik, úgyhogy ja. Lehet, hogy piros lesz, de kellett, mert Cavani úgy berúgta volna. Nem, csak sárga, akkor semmi gond nincsen. Jó. Ott megy, gyere. Lehet nem volt les. Alukó, gyere, könnyi. Hosszúba, berugom! Nagyon kihelyeztem. Pedig ez meccslabda lehetett volna. Na akkor free kick, laval. Rúg be, aztán holló vagy gól. Az jó, fejes, jó! NDD. Mit fejeltél? Cavani megy, gyere, be kéne csúszni. És véd, Muszlira nem véd. Ez nem kellett volna ide a végjátékba, majd az első földő végjátékába. Mert azért ez így jobb lett volna, hogyha egy gólos különbséggel megyünk ki a szünetre. Srácok, végig is van az első játékrésznek, és hát nem játszunk annyira nagy hátányban, mint ahogy vártam. De én azért azt mondom, hogy ide egy-két játékos behozunk, méghozzá az Esfine-t, tehát hogy na, azért ide fog kelleni. Ide is behozunk egy csatárt, az Ibarra, az NDD helyére. Azért tényleg kellnek a támadó játékosok, úgyhogy akkor nézzük meg, mit tudunk tenni. Ennyi. Tényleg olyan gyors játékosok vannak, amit nem is lehet elképzelni. Mindenki gyors.
mert mindenki csatár szinte. Most játszunk, menjünk itt támadni. Yes, fine-a. Egyik kedvenc játékosom, főleg a Robben Projectből nagyon megkedveltem. Tehát az ellenfél játékosai nagyon fáradtak, pont azt nézem, úgyhogy na, tehát lehet még itt valami akár. Ez fine, na gyere. Így nem. Ez fine. Hagyjad, les volt. Azért mondtam, mert nincs, hogy nem fújja be les, vagy elnézi, vagy valami. Ők is emberek. Gyönyörű, elestek a védők. Martins rossz helyre tolja meg. Összefutnak a játékosok. Martins elesik. Az egy büntető. Hát na, 69. perc, pontosan 50. 59. és akkor Alukó megérdemelt, hogy berúgnád. És ennyi. 3-2. Azért mondtam, nem adjuk fel, gyerek, ezt a meccset megnyerjük, én büszke leszek magamra. Az a Kalani nagyon jó volt elő, nem is próbáltam még így ennyire, de lehet, lesz hogy lesz padbillere, vagy nem tudom, meg én is tesztelgetni fogom, hogyha van speckó kártyák, akkor nyilván azt. De így nagyon szimpatikus. Mondjuk a bronzvédők ellen azért könnyebb, csak akkor is. Nuxléra, gyere szépen vetted át, és ott mehetünk ezt fájnal. És az ellenfél védője elfejelte a labdát, és Cavani-t meg tudjuk fogni. Basszus, hozzákerül megint a labda. És 4-2. Semmiből szinte egy gól. Megint a Cavani-t, hát nem hiszem, hogy ő rúgta. Gyere. Ott megy az S-Vine. Beragadt a védő, és Piqué, S-Vine. Rúg be, légy szíves! Ott van a válasz. 4-3. Annyi. Menjünk. Basszus, és ott van megint, üresen marad. Fölmentünk támadóra, 5-3. 70. perc. Hát nagyon sok gól van a mérkőzésen, tehát arról azt így nem lehet tagadni, hogy unalmas. 76. perc a mérkőzésen, az ellenfiatalosai fáradtak, nálunk van kettő új friss játékos, akit behoztunk a szünetbe, és ők elég frissek, meg gyorsak szintén. Két gól lett az ellenfél, de hát azért egy pontot még tudnánk menteni, ha nagyon akarnánk, meg minden. Az egy becsúszás volt talán, vagy nem tudom, úgyhogy szöglettel jövünk. Igen, gyere, Kajuda jön be, ott van, a gólvonalról mentik. Martins fog elrúgni, ő jó rúg, meg arany is. Nem jó. Ez fine. Ott meg lehet, gyere! Utolsó ember, és Piquet nem tudunk elmenni. Megvan még mindig, Ibra. Hát sajnos ez a meccs az elment, srácok, most már tényleg. Úgyhogy akkor Muslera. Erünk, gyere. Friss vagy, jó vagy. Ennyi. És nem megy be. Micsoda. Mentés. Kint van a kapus, véd, micsoda mentések. What a save. Újra pattog a labda, kint van a labda. Ibara. És rácok, hát sajnos nem tudjuk megnyerni ezt a mérkőzést, hát azért szép lett volna. Igen is van, hát sajnos ott a bal szélen voltak nálunk gondok, ott az Osinhava vagy ki. Hát azért nem lehet sokat várni a csapattól, de azért mégis rúgtunk 3 gólt. Ugye S-Fine, Alukó és Kajuda rúgta őket, azért büszkék lehetünk rájuk. Az asszisztot Martins és Laval, meg valaki, aki lent volt, várjál, ki volt az, nem tudom már. Nem is mutatja. Ez öngól volt, nem tudom. Ja, az büntető volt, így van. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna itt ez a Ultimate Team match. 4 meccsen még 2-t kell nyerni, most már nem fogunk ilyen bronzoskodni, mert jó csapatokkal kell jönni, ez biztos. Ami nem tudom, vagy a magyarra, vagy nem tudom. De azért nem volt ez olyan rossz, tényleg pozitív kis csalódás, mert pont olvastam egy ilyet, hogy milyen szarok a Fiat Viva 16-ban az arany játékosok ellen bronz, meg az ezüst játékosok, de hát azért nem voltak olyan rosszak, nyilván nálunk is voltak aranyjátékosok, de na mindegy. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor aki még nem benne feliratkozva, iratkozzon fel a csatornára, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, jövünk videókkal, meg minden, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok!